24 tagból álló zsűri értékelte a 2018-as pálinka és párlatversenyre beküldött mintákat csütörtökön délelőtt. Az idei évben összesen 850 minta érkezett a Gyulai Pálinka Fesztiválhoz kapcsolódó megmérettetésre. Ezek közül mindegyik párlatot öt szakértő kóstolja meg és bírálja. Pálinka bírálatkor többféle szempontot kell figyelembe venni. Elsődlegesen ugye különakra megnézzük a pálinkát, hogy tiszta, mennyire tükrös. Fontos, hogyha ér lett a pálinka, akkor annak megfelelő a színe. Ezután ugye illatolni kell, ízlelni kell a pálinkát, és egy 20 pontos rendszerben lepontozzuk a pálinkát. A zsűri egy 4x5 pontos bírálati rendszerben értékeli a pálinkákat, a pontokat pedig egy számítógépes program összesíti. A nevezők három kategóriában küldhettek be mintát, bérfőzetők, magánfőzők és kereskedelmi főzdék párlatait és pálinkáit várták a szervezők. Az az általános tendencia, hogy minden évben azért egy kicsit jobbak az eredmények. Azt lehet látni, hogy több a magánfőzött minta, amit beneveztek, mint a korábbi években, tehát annak a száma nőtt, a bérfőzött mintának egy kicsit csökkent a száma, és egy kicsit nőttek a kereskedelmi mintáknak a számai is. Hát minőségben azt várjuk, hogy jobbak lesznek, mint a korábbi években. Szerintem egy elég jó bíráló csapatot sikerült összeállítani. Ez nagyon jó, ez a számítógépes bírálati rendszer, mert egy gyors és fegyelmezett munkát lehet végezni vele. A versenyre az ország minden részéről neveztek pálinkafőzdék, de érkeztek minták határon túlról, Vajdaságból és Erdélyből is. A kereskedelmi verseny eredményeit április 28-án a Gyulai Városházán, a bérfőzetőkét és magánfőzetőkét pedig ugyanazon a napon a 19. Gyulai Pálinka Fesztivál nagy színpadán hirdetik ki.